Sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt az Ajkaisz online-on, ahol egy igazi futballcsemegére van kilátás, hiszen az NB3 nyugati csoportjának a 23. fordulójában Ajka városában látogatott a Molvidi FC B csapata. El is kezdődött a mérkőzés. Mérkőzésként Juhász Dávid vezeti, asszisztensek Imrő János és Péntek Zsuzsanna. Kezdőket hirtelen el is mondanám. Vendég oldalon Német, Zeke, Vastag, Pápai, Pracsler, Szabó, Takács, Galacs, Vidal, Tarnóci, Tamás Olivér, miközben egy ajkai helyzet kialakulóban. Ám de tudtak, szépen tudtak védekezni a fehérváriak, de visszaszerzik az ajkaiak, megpattan a labda, nem tudjuk megszerezni. Igen, csak jól kezdünk. Letámadásban gazdagon. De még nem szabadul fel a fehérvári térfél. Csemer beadja. Érkező. Nem így számított a labdára, kicsit mögé esett. Köles labdát szerez. És veszt is. És most pedig meg is indulhatnak a fehérváriak. 11-essel indult meg. Takács. Hát azt is mondhatjuk, hogy Köles eddig Balog hozza a múlt heti formáját. Tehát még az ajkai kezdőt még nem sikerült elmondanom. De ezen már is javítok. Horváth a kapuba, Kenderes, Nagy Krisztián, Horváth, Köles, Csemer, Nagy Erik, Illés Dávid, Kovács Gergő, Csizmadia Zoltán és Pákai Gergő. Az ajak vezetőedzője Schindler Szabolcs, még a vendégeké pedig Toldi Gábor. Pákainál a labda. Megpattan, de elér a címzettig. Nagy fejjel. Jó iram, Nagy Erik felé ment a labda, ám a fehérváriak ki tudták fejelni. Köles. Helyett Illés volt. Fehérvári védőknél a labda, kis tikitaka. Az ajkaiak pedig nagyon magabiztosan letámadnak, letámadtak eddig. Csinos partjelző pedig bedobást jelez. Kovács dobja be a labdát. Pákai. Köles. Szélen tartják a labdát. Kovács. Csemer. Megpörgeti kicsit az ellenfelét. Vissza Kovácshoz. Kovács pedig elől szélen észreveszi csapattársát. Üresen és pontosan, precízen oda is tudott passzolni hozzá. Köles. Jó iramba kezdődik egyébként a mérkőzés. Szurkolók pedig akadtak. Hogy akadnak itt a mérkőzésen, nem éppen a legtöbben, olyan 100-150 nézőszámra tenném az érdeklődők számát. Csemer, megnézzük, megveri-e az emberét, megveri, elmegy mellette, lepasszolja Horváth Péterhez, Horváth Péter beadja, fejjel, bemegy, és fölé! Az első komolyabb zicser a mérkőzés negyedik percében adódott. Nagyon kicsivel ment a kapu fölé. Úgyhogy még nem tört meg a jég. 0-0 marad. Csizmadia rúgta egyébként fölé a labdát. A következő már be fog akadni. Remélik az ajkai szurkolók. Nagy esés. Egyébként az időjárást figyelembe véve csúszós a pálya, hiszen az utóbbi 2-3 órában itt esett az eső Ajka városában. Úgyhogy azt is be kell kalkulálni a passzokba, lövésekbe, mozgásokba, sprintekbe.
defenzív a Molvidi B csapatának a védelme. Kiengedik a labdát a fehérváriak. Az utolsó három mérkőzéseket pedig figyelembe véve egyik csapat se büszkélkedhet túlzottan jó eredményekkel. Bár ami érdekesség, az utóbbi három meccsen a vendégek több pontot szereztek, mint az ajkaiak, hiszen a Molvidi játszott egy döntetlent, egy vereséget és egyszer tudtak győzni, tehát 4 pontot szereztek az utóbbi három fordulóban, még az ajkaiak kétszer kikaptak, és egyszer tudtak győzni, az pedig 3 pontot jelent számukra. A tabellán az ajkaiak az első helyen állnak, közben egy kis birkózást láthattunk. Tehát az ajkaiak az első helyen állnak maga biztosan, 54 ponttal. A vendégek pedig 21 ponttal kieső helyen állnak, 14. helyen, 16 csapatos bajnokságban. Egészen hátra játsszák a vendégek. Próbálják inkább magukra húzni a hazaiakat, és inkább egy-egy pontrában bíznak. Köles nem ért el a labdát. Gyönyörű labdaszerzés, ajkai támadás. Van kilátásba. Mondom én, de itt inkább hátra passzolgatnak. Na de most lehet a támadás. Ám Dellest jelez az asszisztens. Sokan megkérdőjelezik a nézőtérről, de ez egyébként tényleges volt, tehát ezért nem érdemes megszólni a partjelzőt. Nem, bár nem, ezt a kereplőt vagy a gólnak. Tehát az Ajka az első helyen áll, 22 mérkőzés alatt 17 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség. A legutóbbi vereségét az múlt héten aratta, ha lehet ilyet mondanom. Játékvezető pedig fegyelmezi a játékosokat. Az ajkaiak egyébként 22 mérkőzés alatt 64 gólt tudtak rúgni, és 12-t kaptak. Ez mindenféleképpen becsületre méltó eredmény. A Molvidi pedig 22 mérkőzésen 5 győzelem, 6 döntetlen és 11 vereség. Kiáll a 14. helyen, 31 gólt lőttek és 39-et kaptak. Ezzel van 21 pontjuk. Kovács. Gyönyörű indítás. Beadás megint egy kicsi pontatlanra sikeredett. És szabadrúgás. Nem is értenek egyet a fehérváriak. És egy nagyon jó labdaszerzés, védés, és megint fölé rúgják az ajkaiak. Nagy szabadrúgásra készültek ám. Nagy megiromodott, de nem tudta belőni a labdát. Első lövésnek elmegy, lesz ideje még belejönni, hiszen még 10 percet telt el a találkozóból. Csemer, Kovács, Pákai. Szélen próbálja megverni az emberét az ajkai játékos. Szöglet következik a mérkőzés 10. percében. Komoly veszélyeztetési akció is kisülhet ebből.
nézzük. Szögletet elvégző játékos már odament. Labdát megigazította és neki futhat. Megint egy luft. Ez nagy volt. Nagyon nagy hagyta ki. Vagy ő nem tudta inkább pontosan eltalálni a labdát. Egy kicsit pontatlanul játszanak a játékosok, de még csak most kezdődött a játék. Hideg van, így be lehet még melegedni. Újabb szöglet következik. Horváth Péter nagyon üresen van, olyan 20-25 méterre a kaputól. Én őt választanám. Ő tud váratlant hozni, kapus pedig rosszul üti ki. Egy Ajkaihoz kerül, egész pontosan Horváth Péterhez, aki be is dobhatja a labdát. Horváth bedobja, fehérváriak pedig kifejelik, újabb szöglet. Ez már a harmadik az utóbbi két percben. Ezt a szögletet Horváth fogja elvégezni. Veszélyes lehet. Beadja. Nagyon jól. Nem tudtak élni a lehetőséggel a csapattársak. És most pedig kontrázhat a fehérvári gárda. Megindulnak. Már öten áthaladtak az Ajkai térfélen. Kirúgás következik. A két csapat egyébként legutóbb 2018. szeptember 30-án csaptak össze, vagy csapott össze. Akkor egy igencsak laza mérkőzést tudhattak a hátuk mögött, hiszen eseménytelen mérkőzés volt, majdnem mondhatom akár ezt is. Egy-egy lett a végeredmény egyébként. Vezetést a 13. percben akkor Csizmadia tudta megszerezni, és a 18. percben pedig Lencs és Balázs egyenlített. Azon kívül pedig semmi komoly nem volt a mérkőzése, maximum a játékosok idegállapota, hiszen emlékeim szerint 6 vagy 7 sárga lapot is kiosztottak azon a mérkőzésen. Hármat itt, hármat ott. Tisztáz a fehérvári játékos oldalra. Csömer. Elveszi tőle a fehérvári játékos. És majdnem megszerezték a labdát, és akár veszélyeztettek is volna. Nem, de nem jött össze. Labdával egyébként Galacserik indult meg fehérvári részről. Horváth megfogja a labdát, kidobja, Csemer. Csemer az Ajkai csapat egyik motorja. Úgyhogy tudják, hogyha nálam a labda, akkor jó helyre kerül, kivéve most, mert most egy fehérvárihoz került. Les. Ismét Horváthnál a labda. Kipasszolja a védőtársának. Kovács. Vissza Pákaihoz. Pákai nézi, kihez tudna passzolni. Csemer. Tovább. Pontatlan. Dobhatnak a fehérváriak. Ismételten.
Csemer. Hátra Horváthoz. Az a kezdeti lendület kicsit, mint hogyha kiveszett volna a hazaiakból. A védők játszanak a labdával, majd Csemert észreveszik itt lenn a bal szélen, és fejjel pedig megindítja Horvátot. Horváth Péternél a labda. Horváth tovább Csemerhez. Szöglet. Egyébként kézzel lökött a fehérvári játékos, azt nem nagyon vette észre a játékvezető. Partkázó se. Horváth Péter készülhet szöglethez. Beadás. Fehérváriak fejjel tisztáznak, de visszakerül ám Horváthoz a labda. Horváth beadja, az pont jónak tűnt nekem. Az ajkai csapattárs nincs ezzel így, miközben egy piros mezes bukfencezett. Bedobás. Hazaiak dobhatnak. Egyébként a Molvidi B csapata pedig, úgy mint a legutóbbi találkozón, most is fiatalokkal van teli tüzelve, tehát 16, 17, 18 és 19 évesekkel van teli. Az átlag életkor tudtommal nem üti meg a 20-at se, még az ajkaiaknál pedig 25 az átlag életkor. Újabb szöglet következik. Immáron a mérkőzés 13. percében. 17. elnézést. Fejes. Nem jó. Megszerzik a labdát. Lövés helyett passzolás. Távoli lövés. Jó távolról, jó messzire. Most lett múlt héten megjavítva egyébként a kijelző tábla. És majdnem lerúgták a helyéről megint. Egyébként egy kis dicsekedés, de az Ajkai Szó Online egyik munkatársa csinálta meg az eredményjelző táblát. Csemer. Kijátsszák szélre a labdát. Indítás. Ohó. És bedobás. Labdaszerzést próbálnak végrehajtani a hazaiak, nem jön össze, miközben egy fehér mezes egyébként a földön fekszik, úgyhogy azt a labdát ki kéne rúgni. Egy fehér ári kirúgta. Földön fekvő játékoshoz pedig oda siet a játékvezető. Ilyen messziről pontosan nem látom, de én Illés Dávidot tippelem. De már föl is állt. Szöglet. Ápolásra nincs szükség. Az ajkai szurkolók szerint pedig egy ajkai góra mindenféleképpen. Nézzük. Fejes nem éri el, senki se. És azonnal orvosi stáb. Egy fehérvári játékos a földön maradt. De föl is kell. Úgyhogy ki is mehet az a fehérvári kórusi stábja. Az egy személyes stáb. Lehet jelezték, vagy lehet, hogy jelezte az orvos, hogy fázik és megfuttatták egy körre. Egyébként tényleg nagyon hideg van, 4 fokot jelez egyébként a hőmérő. Tehát ez majdnem egy téli időjárás.
legutóbb itt. Nagyon jó, hogy ott pólóban lehetett szurkolni, közvetíteni és dolgozni egyaránt. Most pedig nagy kabát és sál erősen ajánlott a betegségek elkerülése véget. Fehérváriak dobhatnak. Horváth Péter szerez labdát, nagyon szépen Csizmadiához, Csizmadia pedig Köleshez. Kovács, sem erre elcsúszik, és az kéz volt, ezt a játékvezető is észrevette. Mondtam én, hogy nedves a talaj, üzes a fű, úgyhogy ezzel is számolni kell. Labdaszerzés, nagy Erik szerezte meg, Horváth Péter, tovább. Ám de a fehérvári játékosok beavatkoztak, és támadást próbáltak elindítani, de azt pedig a partjelző akasztotta meg, ugyanis lesti jelzett. Csemer. Csemer megindítja. Nagyot. Pontatlan a passz. Fehérvárnál a labda. Vissza Ajkaiakhoz. Csemer, Nagy Erik megy, rá is löveti, rálövi. Nagy lövés, nagy védés. Szöglet következik. Németh Botond Gábor pedig szépen hárított. A kapu jobb alsójába tartott a labda. Horváth Péter végzi el a szögletet. Amit látom egész pontosan, már fölugrottam volna, hogy egy ajkai fej beleér, de nem. Német üthette ki a labdát a kapu térségéből. Beadás. Német mellé nyúl. Jöttnek kifele a fehérváriak. Német rúghatja ki a labdát. Fehérvári játékosig nem jut el a labda, egy ajkai lábra pedig eljutott. Arról pedig úgy ment ki a labda, hogy bedobás következik az ajkai térfélen, és a fehérváriak dobhatják. Fehérvári kézről, fehérvári lábra. Vissza a bedobóz. Fejes. Még nem jutnak el. Távoli lövés. Távolra is száll. Érdemben. Nem sok mindent tudunk elmondani erről a lövésről. Meg szerintem a játékos se akar ezen gondolkodni. Horváth rúghatja ki a labdát. És ki is rúgja. Egészen a középpályáig. Hol megszerzik a labdát a fehérváriak, hiszen szabálytalankodott a hazai gárda egyik játékosa. A 25. percben járunk. 0-0 az állás. Az első 10 percben nagyon jól nyomott az Ajka, most pedig néha-néha hagy egy kis szusszanásnyi időt a vendégeknek, és azzal tudnak eljutni az ajkai térfélre és az ajkai kapu közelébe is. Kovácstól Csemerhez. Horváth Péter szépen megszerzi, szépen tovább passzol. És nagy felé megy egy indítás, nagy Krisztián felé.
el lehet lőni 16 méterről, kiüti a kapus, német tisztáz, de még nem szabadulhat föl a kapuja. Még mindig nem, egy fehérvári védő kifejelte. És most egy kis össze, vagy egy kis kakaskodás volt, és kakaskodás is van. Köles ment oda, eltolta az összeakaszkodott feleket, ő csinálta most jól, erre semmi szükség nincs. Játékvezető oda rendeli magához az Ajka játékost és a Fehérvárit is, és mind a kettőnek kioszt egy-egy sárga lapot. Kenderes kapott sárga lapot, és vastag Rihárd a vendégcsapatból. Horváth Péter fejjel, nagyon jó, mintha hátul is lenne szeme, ez annyira pontos volt. Horváth előre. Dobhatnak az Ajkaiak. És vizes a labda, nem sikerül elsőre megfogni, Horváth Péter. Nagyon szépen. És nagyon magabiztosan is játszik egyébként Horváth, tehát egy eladott labdát nem láttam tőle, és egy rossz cselt se. Nem mint hogyha az utóbbi mérkőzésein láttunk volna tőle, de pontos játék az ő műfaja. Fehérvár indítás. A játékos elcsúszik. De bent tartja egyébként a fehérvári fiatal. 16-oson belül. Több fehérvári büntetőt kíván, de nem kapják meg. Kifelé szabadrúgás. Nem adódott komolyabb helyzet a vendégek előtt továbbra sem. Hiába járunk már lassan fél óránál. Az Ajkaiak előtt három komoly zicser is adódott, de ebből egyet se tudtak értékesíteni. Így az állás továbbra is 0-0. Csemer. Ő is csúszkál. Csemer, húha, maga biztosan, szépen, nagy, ide-oda pattog a labda, és nem egyszerű ezen a nedves fűvön. Csemer, hiába próbálja az embere elvenni tőle a labdát, Csemertől nem lehet. Pákainál a labda, Pákai pedig maga biztosan hátra, Horváthoz, Horváth pedig előre ki. Azzal nem lehet gólt lenni, hogyha hátul tilitolizunk a labdával. Nagy Erikről pedig kiment. Be is dobták gyorsan a fehérváriak. És le is támadják az Ajkaiak a Fejér megyei társulatot. Együttest. Középpályánál akad meg a labda egy kicsit. Fehérváriak próbálnak följebb jutni. Nem sikerül nekik. Ajkaiak, Horváth Péter nagyon szépen emel. Dobnak a vendégek. És a szurkolók egyéb felszerelésekkel is megjönnek. És a fehérvári játékos kezére pedig nagyon csúnyán ráléptek, ahogy esett. Azonnal orvosi segítség. Vagyis én láttam úgy, hogy rálépnek. Orvosi stáb egy személyben odafut. És megerett az eső is. Vagy a vállára léptek rá, vagy nem is láttuk pontosan.
Most egy darabig állni fog a játék, az biztos. Reméljük, annyival fog hosszabbítani a játékvezető is, amennyivel most eltolódik. És föl is áll a sérült játékos. Kis battyog oldalra. Tizenhetessel Galacs Erik Gábor sérült le. És áll a játék. Érdemben semmit nem lehet elmondani. Eddig a pillanatig visszaadják a labdát a fehérváriak. És most egyelőre 10 emberrel játszik a Fehérvár. Csemer. Horváth Péter. Kenderes. Köles. Beadás. Mellé. A fehérvári kapus hozhatja a játékba a labdát. Egész pontosan német. Fehérváriak tökéletesen védekeznek, ennek lehetünk szemtanúi, de a támadásuk nem volt olyan jó, mint a védekezésük, úgyhogy el is adták a labdát. Kovács. Csemer. Hez. Most ért el a labda. Kovács. Horváth elrúgja. És kicsit így felszabadult a bal széle. Csemer ezt ki is használhatja. Csemer beadja. Nagyon szép. Magas, hát az... Majdnem nyakon rúgták az Ajka játékost. De hát a játékvezető erre nem mond semmit. Nála ez belefér, vagy ő nem így látta. Nagy Erik fut a labdáért. Kovács végzi el a kis szabadot. Csemer, Kovács. Illést lökték. És játékvezető pedig most kezdik el különböző jelzőkkel illetni. Nem akarok erre kitérni, úgy gondolom önök is hallanak mindent. 16-oson belül az Ajka játékos, megcsinálja a cset, lövés, gól, vezet az ajkai csapat. Ennyi kellett. Több mint fél óra kellett ahhoz, hogy legyen az első gól. Sikerült. Csizmadi a Zoltán szerezte egyébként a találatot. Amikor ment a 16-oson belülre és megcsinált azt a cselt, már gondolni lehetett, hogy ezt értékesíteni fogja. Aki pedig gondolta, az pedig jól gondolta, hiszen értékesítette is. Csizmadi a Zoltán a gólszerző. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lélektani hatást vált ki ez a bekapott gól a vendégjátékosokból és a hazai játékosokból is egyaránt. Teljesen szabályos szerelés. Horváth Péter. Hajszál pontos labda szerintem. A fehérvári kapushoz. Nem oda akarta.
Csizmadi a Zoltán egyébként most szerezte meg a 8. találatát az idei bajnokságban. Csemer, horvát. Kézzel rántotta le Lajka az ellenfelét. Hazadják a fehérváriak. Az Ajkő csapat pedig följebb jön. A passzolgatás most pontosan megy. Fehérváriaknál köt ki. Kérdés, hogy meddig? Hát eddig. Csemer beéri a labdát. Szét is teszi a kezét, nem tudja kihez passzolni. Köles szépen elmegy, visszakerül hozzá a labda. Nagy. Lövés. Kapus épp hogy ki tudta tolni oldalra. Újabb szöglet következik, és arról az oldalról Horváth Péter fogja elvégezni. Sokan felkiáltanak, hogy második vágány. Horváth beadja. És kapus támadás jeleztek. És a játékvezetőz pedig odaáll. Az egyik ajkai játékos. Csizmadia. Egész pontosan. Még ott még beszélnek egy kicsit, majd eltávolodik. Csizmadia fejelni. Fejelt is. Nagyot lehet megfuttatni a szélen. Fehérvári beéri a labdát. Kisvágják előre. Ajkai labdaszerzés. Egy csal után rá is lehetne vállalni. Játékosok máshogy gondolják. 16-osról kipasszoljuk szélre. Beadás. Gyanús. Volt a dolog, de nem lett az. Nagyon szép. Kenderes szépen futott a labdáért, meg is szerezte Csemer. Csemer vitte. Egyébként Csemertől nem lehet elvenni a labdát soha. Az egyik kezét kitette, és megint a vendégjátékos borult el. Hát mi lenne, ha két kézzel lökné el magától a játékost? Megcsúszott Csizmadia. Semmi gond. Bedobással jöhetnek az ajkaiak. Csemer dob. Nagy. Lövés. Hú, de jó lövés volt. Nem sokan ment fölé. Horváth Péter próbálkozott egy jó 25-30 méterről. A kapu bal felső sarka felett ment el egy méterrel. Vagy akár kövesebbel is, jó próbálkozás volt. Szabad rugás. És bedobásra ez az asszisztens nő, aki ez egyébként már volt szerencséje az ajkai csapatnak, mármint úgy, hogy meccsét már vezette, vagyis akkor is partjelző volt, egész pontosan szeptember elején, péntek Zsuzsannának hívják egyébként az asszisztenst, és ő a Sárvár ajka mérkőzésen volt asszisztens, panasz nem volt rá akkor se.
most sincs. 16-osan belül az Ajkai, a Horváth Péter lövés megpattan, szöglet következik. És megint az Ajkai szurkolók hangja is. És zúgják, hogy Ajka. Ajka hangja. A szöglethez nem sietnek oda a játékosok. Kivárják a sorukat. Nézzük. Gyönyörű! Fölé ment. Nem baj, nagyon jó próbálkozás volt, így tovább. Csizmadia próbálkozott egyébként. Jó kis formáció volt. Majdnem össze is jött. A lényeg, továbbra is. Ajka, Molvidi FC. Nagy labdát szerez, nagy lő, elgurítja a kapusát, ez gól, benn van, 2-0. Nagy résem volt. Fehérvári védővel ellentétben, és büntetett. A kapu jobb alsó sarkával pedig tökéletesen behelyezte a labdát. Ha már előbb mondtam, hogy Csizmadia az előbb a 8. gólját szerezte meg, Nagy Krisztián a 19-et. És az NB3-ban például a tavalyi év során 20 góllal lett gólkirály, az egyik pápai játékos. Nagy Krisztián pedig a 23. fordulóban már 19-nél jár, mindenféleképpen jó előjel arra, hogy nagy esélyes a gólkirályi cím elnyerésének. Hát további gólokat kívánunk. Ajka, a Molvidi FC B csapata 2-0, és az első fél időből még hátra van 3 perc. Horváth Pétert ítélte szabálytalannak a játékvezető. Legalább ő így gondolja. Fehérváriak az Ajkai térfélen, próbálkoznak. Csúszás. Gyönyörűen kikísérte a labdát az Ajkai védő. Kirúgás következik. 44. percben, és kíváncsi leszek arra, hogy a negyedik játékvezető milyen táblát mutat föl. Hát ő éppenséggel semmilyet, mert negyedik játékvezető nincs. A rendes játékvezető fogja felmutatni hamarosan a plusz időt. Nagy Erik fejjel, Csemer testsel, jól összejött. Horváth kirúgja előre, Nagy Erik megszerezheti a labdát, Nagy Erik meg is szerezte. Nagy Krisztián pedig megint labdát akar szerezni, majdnem összejött neki. Ismételt egy bedobás a fehérvári térféről. Nagy Erik dob Horváth Péterhez. Horváth Péter kicsit pontatlanul passzolt. Tökéletes becsúszás. Persze csak szerintem, a játékvezető szerint nem. Szabad rugás középpályáról, amit gyorsan kicsiben is végeztek a vendégjátékosok. Csemer szerzi meg a labdát. És oda is rúgott, vagy rúgtak Csemernek. De hát neki ez nem kottyan meg. Kovács. Fölpörgetik a labdát. Köles.
Ponthatlan a passz. De labdát szerez, szerzett Nagy Erik. Hegycsel. Nagy, 16-oson belül. Nagy, ellövi, megpattan, visszakerül hozzá. Nagy, egész átra Kovácsig. Őrizzük a labdát. Jobb szélen próbálnak egy akciót kialakítani, lepattant, azt ott el is lehetne lőni, lövés, fölé. Megint majdnem az eredményjelzőt találták el. Német rúghatja ki a labdát. Hamarosan le is jár egyébként az első félidő. Ki is mondtam, le is telt. Első is. Kapus épp hogy ki tudta tolni oldalra. Újabb szöglet következik, és arról az oldalról Horváth Péter fogja elvégezni. Sokan felkiáltanak, hogy második vágány. Horváth beadja. És kapus támadás jeleztek. És a játékvezetőz pedig odaáll. Az egyik ajkai játékos. Csizmadia. Egész pontosan. Még ott még beszélnek egy kicsit, majd eltávolodik. Csizmadia fejelni. Fejelt is. Nagyot lehet megfuttatni a szélen. Fehérvári beírja a labdát. Kisvágják előre. Ajkai labdaszerzés. Egy csal után rá is lehetne vállalni. Játékosok máshogy gondolják. 16-osról kipasszoljuk szélre. Beadás. Gyanús. Volt a dolog, de nem lett az. Nagyon szép. Kenderes szépen futott a labdáért, meg is szerezte Csemer. Csemer vitte. Egyébként Csemertől nem lehet elvenni a labdát soha. Az egyik kezét kitette, és megint a vendégjátékos borult el. Hát mi lenne, ha két kézzel lökné el magától a játékost? Megcsúszott Csizmadia. Semmi gond. Bedobással jöhetnek az ajkaiak. Csemer dob. Nagy. Lövés. Húha, de jó lövés volt. Nem sokan ment fölé. Horváth Péter próbálkozott egy jó 25-30 méterről. A kapu bal felső sarka felett. Felett ment el egy méterrel. Vagy akár kövesebbel is, jó próbálkozás volt. Szabad rugás. És bedobásra ez az asszisztens nő, aki ez egyébként már volt szerencséje az ajkai csapatnak, mármint úgy, hogy meccsét már vezette, vagyis akkor is partjelző volt, egész pontosan szeptember elején, Péntek Zsuzsannának hívják egyébként az asszisztenst, és ő a Sárvár ajka mérkőzésen volt asszisztens, panasz nem volt rá akkor se, most sincs. 16-oson belül az ajkai, a Horváth Péter lövés megpattan, szöglet következik. És megint az ajkai szurkolók hangja is. És zúgják, hogy ajka. Ajka hangja. A szöglethez nem sietnek oda a játékosok. Kivárják a sorukat.
nézzük. Gyönyörű! Fölé ment. Nem baj, nagyon jó próbálkozás volt, így tovább. Csizmadia próbálkozott egyébként. Jó kis formáció volt. Majdnem össze is jött. A lényeg, továbbra is. Ajka, Molvidi FC. Nagy labdát szerez, nagy lő, elgurítja a kapusát, ez gól, benn van, 2-0. Nagy résem volt. Fehérvári védővel ellentétben, és büntetett. A kapu jobb alsó sarkával pedig tökéletesen behelyezte a labdát. Ha már előbb mondtam, hogy Csizmadia az előbb a 8. gólját szerezte meg, Nagy Krisztián a 19-et. És az NB3-ban például a tavalyi év során 20 góllal lett gólkirály, az egyik pápai játékos. Nagy Krisztián pedig a 23. fordulóban már 19-nél jár, mindenféleképpen jó előjel arra, hogy nagy esélyes a gólkirályi cím elnyerésének. Hát további gólokat kívánunk. Ajka, a Molvidi FC B csapata 2-0, és az első fél időből még hátra van 3 perc. Horváth Pétert ítélte szabálytalannak a játékvezető. Legalább ő így gondolja. Fehérváriak az ajkai térfélen, próbálkoznak. Csúszás. Gyönyörűen kikísérte a labdát az ajkai védő. Kirúgás következik. 44. percben, és kíváncsi leszek arra, hogy a negyedik játékvezető milyen táblát mutat föl. Hát ő éppenséggel semmilyet, mert negyedik játékvezető nincs. A rendes játékvezető fogja felmutatni hamarosan a plusz időt. Nagy Erik fejjel, Csemer testsel, jól összejött. Horváth kirúgja előre, Nagy Erik megszerezheti a labdát, Nagy Erik meg is szerezte. Nagy Krisztián pedig megint labdát akar szerezni, majdnem összejött neki. Ismételt egy bedobás a fehérvári térféről. Nagy Erik dob Horváth Péterhez. Horváth Péter kicsit pontatlanul passzolt. Tökéletes becsúszás. Persze csak szerintem, a játékvezető szerint nem. Szabad rugás középpályáról, amit gyorsan kicsiben is végeztek a vendégjátékosok. Csemer szerzi meg a labdát. És oda is rúgott, vagy rúgtak Csemernek. De hát neki ez nem kottyan meg. Kovács. Fölpörgetik a labdát, Köles. Ponthatlan a passz. De labdát szerzett Nagy Erik. Egycsel. Nagy, 16-oson belül. Nagy, ellövi, megpattan, visszakerül hozzá. Nagy, egész átra Kovácsig. Őrizzük a labdát. Jobb szélen próbálnak egy akciót kialakítani, lepattant. Azt ott el is lehetne lőni, lövés, fölé. Megint majdnem az eredményjelzőt találták el. B
német rúghatja ki a labdát. És hamarosan le is jár egyébként az első fél idő. Ki is mondtam, le is telt. Első... Mint ígértem, vissza is tértünk a második fél időre. 2-0-val folytatódik a mérkőzés. Nem nagy meglepetés, úgy gondolom, hogy a fél időben nem változott az eredmény. Csere nélkül zajlott egyébként a szünet. Úgyhogy egyéb érdemleges információ nincs. Még nem fogyott rá a víz a pályára. De épp hogy elkezdődött a második fél idő, és már is veszélyeztethet az ajkai csapat. És a szurkolók hangja is megjött. Ismételten. Csemer fogja elvégezni a szögletet. Az eső pedig nagyon picit szemerkél. De ez nem lehet akadály a játékosok számára a céljaik elérésében. Nem volt jó, 16-os kívül lövés fölé. A második félidőben az első helyzet meg is volt. Sípszót követően egy percen belül. Nagyon rossz kirúgás, labdaszedőt találták el, félig meddig. Kicsibe játszogatnak a fehérváriak, Csizmadia pedig félig meddig egy ilyen kötöttfogású birkózó mozdulattal támad neki ellenfelének. Őreivel és amit pákai fejjel tisztázott, majd Köles még bent tartotta a labdát, de oda került egy fehérvári játékoshoz. Nem jön össze a vendégek kapusának a pontos átadás. Valamit elfelejthetett a fél időbe. Vendégbedobás. Elég rosszul, Köles fejére került a labda. Csizmadia áll föl. Köles rúgja előre, Lesről nincs szó. Nagy pedig még bent tartja a labdát. Megszerzik az ajkaiak. Pákai. Nézzük, védők mit tudnak kezdeni. Köles. Indítás, Lesről megint nincs szó. Megbotlott Nagy Krisztián. A bajnokságban 19 gólos Nagy Krisztián. Csak birkózósba ment át a játék stílus a második fél időbe. Mindkét részről. Múlt héten egyébként nem lettek kiszolgálva az ajkai szurkolók, ugyanis Bozsik Péter csapatától 1-0-ás vereséget szenvedtek, azaz a Komáromtól. Nem lett nagy visszhangja a mérkőzésnek, de hát a Barcelona is kiszokott néha-néha kapni. Szóval
az Ajka is kikapat néha napján. A bajnok idejében csupán másodjára. De márciusban kapta ki először. A tavaszi kiírásba. Húha, Köles nagyon felültették. De az Ajkai védők kivágják. Most kicsit, mintha lőtt volna a játék hangulata. Szurkolók is egyetértenek velem, szerintem. Hiszen nagyon halkak. 16-oson belül végig megy mindenkin. A játékos lövés, szélre 3-0, ott van! Horvátnak köszönik meg. Gyönyörű passz. És ott a harmadik. Pont mire kimondom, hogy leült a játék hangulata, vágnak egyet az Ajkaiak, akkor még ötször ki fogom mondani a mérkőzés során, hogy leült a hangulat. Akkor 8-0-ás végeredmény lenne, és Illés szerezte a találatot. Hát aki a tavalyi őszi meccsből indult ki, ez nem számíthatott ilyen találkozásra. Az első csere, 17-tel le, 15-es beszámol le, és a 19-essel érkezik. Tehát aki elhagyta a pályát, az Galacs, és aki pedig bejött, az pedig Komódi Kevin. Most kell zavarni a vendégeket, az Ajkaiak ki is támadnak, rendületlenül. Ám de résen vannak a fehérváriak, vagy voltak résen eddig a pontig. Szabadrugás, szabálytalanulnak ítélték az egyik piros mezest. Köles. Fehérvári fejről ment ki a labda, bedobással jönnek az Ajkaiak. Szurkolók hangja se szól most. Ha hangosan beszélnék, szerintem az egész stadionban hallanának. Köles beadás. Egész pontos volt. De még 16-osan belül veszélyeztethetnek a hazaiak. Elhagyják, lövés. Mekkora lövés volt, és mekkora védés. Németet is meg kell dicsérni. Nagyon szépen kikapta a bal alsóból. Illés rúgta rá az egyik fehérvárira, onnan jöhet most a bedobás. Köles az Ajkai hajítógép, ezt most is bizonyította. Német rúghatja ki a labdát. Nem lett nagy kirúgás, kicsibe. Hát így pedig le tudja támadni az Ajka a védőket. Majdnem, hogy sikerült is. Kíváncsi vagyok, meddig jutnak a fehérváriak. A saját 16-osokig egyenlőre. És most tovább. Horváthoz került a labda. Fejjel tovább. Bedobás.
egyetlen van üresen Köles, mint kimondom, hozzá is került a labda. Köles egy az egybe. Nem tudta elvinni a fiatal játékos mellett, inkább hátra passzolt. Nagyon szép labdaszerzés. Majd egy nem szép labdavesztés és egy szabadrugás. Kicsiben próbálják a szabadrugás gyorsan, de hát egyedül a szabadrugást rúgó embernek járt a fejébe ez. Többiek nem álltak készen egy ilyen gyors indításra. Hát ez az ő problémájuk. Pákai. Hajszál, pontos passz. Mert tovább a labda. Vagyis a játék. Közben az egyik fehérvári játékos nagyon a földön fekszik. És Horváth inkább ki is rúgja, sportszerűen. De mire kirúgja, addigra már a fehérvári játékos már föl kell. Szépen, sportszerűen vissza is adják a labdát a fehérváriak. Fejről fejre, fejről lábra. Egyébként fél időben is próbáltuk taksálni, hogy mennyi szurkoló lehet itt kint, 150-nél. Hogy én 150-et tippeltem. Szerintem nagyon jól tippeltem, azóta nem is érkeztek többen. Betudható ez a hideg időnek, vagy akár a múlt heti teljesítménynek. Ki tudja. Köles labdát szerzett, majd el is vesztette csapatának a labdáját. Német jöhet kirúgással. Német teszi le a labdát, rúgja ki oldalra. Nem tudnak egyébként följebb kerülni a fehérváriak, maximum csak akkor, hogyha kapus kirúgná előre a labdát, egy saját játékoshoz, nem egy vendégjátékoshoz, úgy, mint most, Köles. Labdavesztés. Csemer pedig megszerzi. Köles. És az orkolók hangja is megjött. Második fél időből úgy, hogy eltelt már közel negyed óra. Tehát 61. percben járunk. Az állás továbbra is 3-0. Maga biztosan játszanak a srácok. Egy-két hiba benne van a játékban, de itt elfér ez. Hát túlpasszolgatnak Pákai tovább. És egyébként az is érdekes, hogy a fehérváriak góllövő listája kicsit furán néz ki. Hiszen az első helyen Pápai Kristóf áll 5 találattal. Ajkai listán pedig Nagy Krisztián 19 találattal. És a fehérváriak pedig
szezonban több mint 30 gólt rúgtak, tehát nagyon eloszlik a lőtt gólok száma. Tehát nincsenek meg a vendégeknek a maga kis gólzsákjai. Nagyon egyben van a góllövőlista, a házi góllövőlistájuk. És az is érdekes, hogyha Nagy Krisztián és Olá László találatait összeadjuk, akkor többet lőtt, mint az egész Molvidi FC csapata. És helyzet! Nagyon kemény, sárga. És elő is kerülhet a piros? Elő is került. 10 emberrel akarja folytatni a játékot a Molvidi FC csapata. Most a Grihárd. Ő kapott piros lapot. Ez gyors volt, miközben csere. És mondom is, hogy ki érkezik és ki megy le. Olá László érkezik. Ki helyére. Illés helyére érkezik, Illés megérdemli a tapsot, és Olá Laci is, hiszen mindenféleképpen új szint fog hozni a játékba. Pont az előbb említettem egyébként Olához, hogy Nagy Krisztián és Olá találatai több, mint az egész Molvidi FC csapatának. Akkor most már nem fogunk estüsztőzzel bánni. Illés Dávidon mérkőzés közben kesztyű volt, azért még kesztyűs kézzel bánt az ellenféllel, de Olá Laci nem fog. Talán még volt is fog szerezni, én úgy érzem, Csemer lő, elképesztően jó lövés, éppen hogy csak a kapu fölött elszáll a labda. Két-három héttel ezelőtt egyébként, vagy egy hónappal ezelőtt volt az Ajka Pápa mérkőzés. És akkor az első fél időben a pápai, vagy az egyik pápai játékos kapott pirosat. Akkor nem igen tudott megbirkózni az ajkai csapat kevesebb emberrel, mert ugyanúgy nézett, mint hogyha 11-11 ellen lett volna. Reméljük ezt most nem így fogják eljátszani, vagy megjátszani. 20-as előterébe, ott lehet a lövés, Olá Laci nem vállalta el. Köles, beadja. Luft, ez most nem jött össze. Hatalmas lövés, lecsapódik ám, de nem ment be a kapuba. Először Horvát próbálkozott, semmi baj. Én Horváttól is várom egyébként a bomba gólt. Hogyha ő egyszer villantja a tehetségét, abból akkor a bomba van, hogy a tűzszerészeket kell kihívni. Kirúgás. Elfeküdt az egyik pirosmezes játékos. Nem látok jelenleg elképzelést a vendégek játékában. Már többen az első fél időben se láttak igazán. Na de talán most. 20-as előterébe. De elvesztették, majd pedig később visszaszerezték a labdát, és kiosztottak egy kötényt Olá Lászlónak. Hatalmas esés, de a hang még nagyobb volt hozzá. Semmi szabálytalanság nincs. Ajkaiak szépen megszerezték, vagy szépen el is adják.
vendégek támadhatnak az ajkai térfélen, vagyis támadhattak volna. De most pedig egy kontrát meg lehetne indítani. Lehetett volna, most már csak szépen lassan. És kicsit kapkodós. Köles kicsit legugol és mellel veszi le. Horváth Péter. Tökéletesen veszi le a labdát. Köles. Vissza Köleshez. Horváth. Horváth beadja. Egy fehérvári fejre. Nem volt egyetértés. Köles előítték el a labdát. Horváth Péter gyönyörűen bent tartja és tovább is tud passzolni. Megmarad az ajkaiaknál. Kenderes. Olála Szló nem tudta jól levenni, mert erős volt a labda. 16-oson belül az ajkaiak, meg lehet mozgatni a védőket, lövés lepattan, Köles, belpasszolja, nem jó. De alakulgat a negyedik. És egy indítás. Gyönyörű védekezés. Kovács szabadított föl. Csemer. Olá. Elpattan a labda. Többen kezet mondanak. És a partjelző helyett pedig a játékvezető pedig kezet jelez. Az ajkaiaknál marad a labda. Pákai. Fejjel, Kovács lábbal. Vissza Pákaihoz, most a lábára. Pákai akkor átrugott, hogy még el is esett. Mondtam, hogy vizes a fű. Ezt most ő is megtapasztalhatta. Szöglet. Nézzük, tudnak-e veszélyeztetni az ajkaiak. Sokan a negyedik vágányt hangoztatják, amire még egy ideig várni kell. Talán majd most jön össze valamikor. Csemer beadja. Pontatlan, és az pedig már a csapattárs nem éri el. Kicsit felszabadulhat a fehérvári kapu. Az ajkaiak pedig elől foglalnak helyet. Tehát mindenféleképpen megpróbálnak letámadni. És ezzel a feladattal nem tudott megbirkózni a fehérvári egyesület. El is vesztették, de az ajkaiak pedig amilyen rendesek még vissza is adják. Vezető műesést gondolt. Itt pedig megint egy kis kakaskodás néz ki. Sokan mondják, hogy gyere el onnan, vagy vigyék el. Az egyik fehérvári játékos okos volt, ő nem mondott semmit a csapattársának, csak ellökte őt egy határozott erős mozdulattal. Nem kakaskodni érkeztek ajkára, hanem játszani. Vár, hogyha az ajka játszik, akkor a fehérváriak most vajon mit csinálnak? Pontos passz. Az ott kéz gyanús volt. A játékvezető nem így látta. Nagy Krisztián pedig megindulhat. Majdnem, nem baj, jó volt. Szélen próbálnak betörni a vendégek, de Köles nem engedte nekik, kirúgásra jön Horváth.
szurkolók is fáznak, úgyhogy elkezdenek énekelni. Egyébként most nem nagyon mozog a mezőny. Fixen beálltak egyébként a fehérváriak 4-3-2-be. Ugye 10 emberrel ez célszerű. Régóta nem volt ilyen, hogy szurkolás helyett inkább a szotyit hallom, hogy az köpködik. Annyira nincs most szurkolás. Német. Na, az ajkaiak talán kiokoskodnak valamit, és oda tudnak kerülni a fehérvári kapu elé. Játékvezető megint sípol. Les. És most talán támadhatnak a fehérváriak. Tiszta szerelés volt. És most meg is lehetne indulni. Nem sikerült jól levenni a labdát horvátnak. Szerintem a fennálló 17-8 percben még fog váratlant húzni, vagyis én nagyon remélem. Miközben a második cseréjéhez készül az ajkai együttes. Hamarosan azt is meglátom, hogy ki érkezik. Molnár Tibor fog érkezni kettessel, de akkor kijön le. Talán Nagy Krisztián, én rá tippelek. Pákai hatalmas sprintet fut. Keresik a részt a fehérvári játékosok. Egyelőre nem találják meg, a mérkőzésen se sikerült nekik ezt megtalálniuk. A ajkaiak pedig letámadnak, hárman is elő vannak. Hibára akarják kényszeríteni a vendégeket. Német pedig mondja, hogy nyugi, itt vagyok. És meg is szerezte a labdát. Majd a védőktől védőkig. Labdaszerzés lehet. Horvátnak nem sikerült. Én mondtam azt, hogy Horvát még fog húzni váratlan. Most majdnem összejött neki. Nagyon érik neki is egyébként a találat. Hiszen ő is nagyot megy ezen a mérkőzésen. Az egyik legpontosabban passzoló az ajka csapatából. Sárga lap. Csizmadia kap sárga lapot. Hál' Istennek nem pirosat. De a sárga az sárga, csere pedig most lesz. Molnár érkezik be, Molnár Tibor, és Nagy Erik érkezik le, akkor nem Nagy Krisztián, ahogy én tippeltem. És Nagy Eriket életeti a közönség, mind a 150 fő. És a vendégcsapatból pedig 7-es számú Pápai Kristóf jött le, és 9-essel pedig Kristán Pál érkezett be. Szabadrugás 35 méterről.
mekkora csel. Hogy hatásos-e, az mindjárt kiderül. Nem volt hatásos. Horváth szépen fogta a labdát, Köles, Molnár, és hozzá is ért a labdához. Egy tökéletes passz is köthető a nevéhez. Köles mellel. Kenderes. Meg is van már egy sárgája. Molnár nem tudja lefutni ellenfelét. Így az ellenfél kikíséri a labdát. És a Mol Vidi B csapatának a kapusa hozhatja játékba a játékszert. És megint zúg egyébként a Hajrá Ajka. Még 14 perc van hátra a mérkőzésből. Mármint, hogy rendes játék idő szempontjából. Ki tudja, mennyi lesz a hosszabbítás. Az első fél időben is 3-4, hát egy 3 percre tippeltem, de akkor nem lett. Ki tudja, a játékvezető most hogy fog dönteni? Köles. Gyönyörűen oda át. Pákai vendégjátékos elé, és az edzőbe is kiabál a játékosának, hogy kelj már föl. Elfáradtak. Elfáradtak már a játékosok. Hát nyilván eltelt már 80 perc a mérkőzésből, ilyenkor milyenek legyenek a játékosok, ha nem fáradtak. Hiszen a kemény taktikai fegyelem nem csak testileg, de lelkileg is fárasztó. Labdát szereztek a fehérváriak. Aztán amilyen könnyen jött, olyan könnyen el is ment. Köles. Köles kinézte magának a partjelzőt. Oda próbálta rúgni. Éppen, hogy csak beérte a csapattársa labdát. Nézzük. 16-oson, vagy a 16-os előterébe. Egy rossz beadás követően a labda kikerül, így hát fehérvári kirúgással folytatódik a mérkőzés a 79. percben. Németh rúghatja ki a labdát az ötösről. Az ajkai játékosokat pedig meg lehet figyelni, hogy nagyon erősen előre helyezkednek. Kapus pedig inkább nem akarja azt, hogy ott hátul hagyják el, inkább úgy dönt, hogy ő maga rúgja ki a labdát. Tök mindegy, hogy kicsibe passzolja ki, vagy elrúgja ki a szélére, úgyis az ajkaiak támadnak. Horváth. Köles. Csizmadia. Ki az első gólt szerezte. Horváth Péter. Nagyon jó passz. Nagyon pontos. Skenderes. Rosszul passzolt. Horváth Péter lő. Kapus pedig ott volt. Horváth nagyon jól játszik. És újabb cseréhez készülődik a vendégek edzője. Ötös messzámmal érkezik egy játékos, és 22-essel megy le. Ami azt jelenti, hogy Major Martin érkezik, és Vidal Kampins Johan jött le. Major Martin lépett pályára. Pákai pedig a földön fekszik. Megsérült.
Közben az ajkai játékosok is frissítenek, beszélgetnek, nevetgélnek. Pákai nem néz ki jól. Nem lenne jó, hogyha bármelyik mérkőzés nélküle kéne lejátszani. Ez a védelem gerince. Le is megy. Pályán kívül folytatódik az ápolás. Úgyhogy most addig 10-10 ellen mehet a játék. De Schindler Szabolcs is egyik tanítványát felállítja. Próbált veszélyeztetni a fehérvári társulat, de nem tudott. Ellentétben az ajkaival, aki a mérkőzésen már háromszor meg is villant, ennek eredménye a 3-0-ás vezetés. De most az utóbbi percekben az ajka se tudott megvillanni. Nézzük, hiszen van még hátra a mérkőzésből. Kemény 8-9 perc, persze a rendes játékidőről beszélek. Fehérvári szöglet, kicsibe, beadás, nagyon szép labdaszerzés Nagytól, Molnárhoz pedig nem tudott oda kerülni a labda, semmi gond, van ez így. Egy kis cselezgetés fehérvári részről belefér. És egy veszélyeztetés is beleférhet. Szennem állnak messze az ajkai kaputól. Beadás, fejelés. Horváth pedig hatalmasat véd. Ki egyébként a Győri Etóba nevelkedett. Annak idején. Meg volt az első komoly védése Horváthnak. Ideje volt a mérkőzés vége fele, és Pákai jön le bizonyára, sérüléssel bajlódik. Reméljük, hogy minden rendben lesz. Reméljük, hogy nem komoly a sérülés, és minél hamarabb a pályán látjuk őt, és Bonivárt Erik érkezik, aki pedig sérült volt hosszú-hosszú ideig. Most pedig bizonyíthat, és egyébként a csapatkapitányi karszalag pedig átkerült Kovácsra. Kovács egyébként több mint 40 NB1-es mérkőzésben volt érdekelt. Zalaegerszeg színeivel. Zalaegerszeg egyébként most úgy áll, hogy komoly esélye van visszakerülni az NB1-be. Hiszen 6 ponttal vezeti az NB2-t, vagy 3 ponttal, elnézést, ezt pontosan nem tudom. Hamarosan utána járok, de az a legerszegre, és mindenki úgy számít, mint feljutó alakulat, feljutó gárda. El meg lehet indulni, Olá, Molnár pedig kirúgja sportszerűen. És ahogy mondtam, az Zalaegerszeg az NB2 éllovasa, és nem 6 ponttal, hanem 7 ponttal vezeti az NB2-t. Tehát tényleg nagy esélye van a feljutásra. A Gyirmót előtt, aki nem régiben azért szerepelt NB1-be. Komoly ápolásra szorult az egyik játékos, fogja a fejét.
térdével akadtak problémák. Hamarosan fel is segítik, és le kell segíteni őt a pályáról. Nem néz ki jól. Neki is mielőbbi felépülést kívánunk. Mielőbbi felépülést fehérvári játékosnak. Addig pedig 9-en vannak. Szerencse most nem állt a fehérvári oldalra. És visszaadják sportszerűen a labdát. Köles. Olá. Vissza Köleshez. Szélen nagyon szépen játszanak a srácok. Játszottak eddig a pillanatig. Kirúgás. Német hozhatja játékba a labdát. Szinte fehérvári térfélen van az összes ajkai játékos. Előre mennek az ajkaiak. Húha! Hát ez akkora mentés volt a fehérvári kapustól, hogy majdnem, hogy szöglet lett belőle. Előre rúgta a labdát, mégis oldalra ment. Tért sérült játékos pedig visszajött a pályára. Előbb pedig csúnyábbnak nézett ki a sérülés. A szélen játszanak a srácok, és Köles pedig lenne a szélen kéri a labdát. Egészen előre húzódott. Köles. Gyönyörű passz. Molnár. Molnár passza megakad, de visszakerül a labda Molnárhoz. Onivárt. Egy elcsúszás. Még mindig vizes a fű. Nedves a pálya. Bedobás. Egyéni megindulás. Nem sokat ért, de egy bedobást ki tudtak harcolni a vendégtérfélen. Teljesen szabályos szerelés volt én szerintem. És egy perc belül letellik a második félidő. Hosszabbítás még nem tudjuk, hamarosan ismerteti a játékvezető. Reményeink szerint. Olá László megy rá az emberére, nem sikerült megszerezni a labdát. A fehérváriak megindulnak, Horváth kezéből pedig kicsusszant a labda. Ott is egy ide-oda csúszkálás. Csizmadia. Saját igazgató pedig lefújja a mérkőzés, hosszabbítás nem volt.